Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Ünnepeltek a székelyek Bonyhádon, kutatótermet avattak és konferenciát szerveztek a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából. Ünnepélyes szalagátvágás előzte meg a Székely Kutatóterem átadását. A Bonyhádi Székelyházban kialakított szobában a székelység nyelvével, kultúrájával, történelmével kapcsolatos tanulmányok és források is találhatóak, a leletanyag pedig folyamatosan bővül majd, mert sokan tesznek felajánlásokat. Most érkeztem ezelőtt egy fél órával, és hoztam a saját adományomat, ajándékomat. Itt láthatok két polcot is. Majdnem az összes bukovinai székely témájú könyvemet felajánlottam a kutatóteremnek. Akkor itt a másik polcon az andásfalvi katolikus anyakönyveknek a másolatai, amelyeket ugye már könyvformában megjelentettem, tehát most már ott számomra nincsen szükség. A kutatótermet a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megalakulásának 30. évfordulója alkalmából alakították ki. A szövetség elnöke azt mondja, 3 évtizeddel ezelőtt 12 hagyományőrző csoporttal alakultak meg, mostanra pedig már 46 tag egyesületük van, ám a céljaik azóta sem változtak. A fiatalok számára egyfajta mintát tudjunk mutatni, és a tovább lépés, hogy merre tudunk tovább lépni. Ugye hála jó Istennek, akkor még éltek azok az öregek, akik idős emberek, akik úgymond még Bukovinába születtek, és azokat az értékeket át tudták adni, ami mindenképpen nekünk, akik már nem ott születtünk, ugye nagyon fontosak, és egy pótolhatatlan. Ugye nagyon sok kincsünk van, úgymond, hiszen nagyon sok irodalmon van, ami ezzel foglal, Sebestyén Ádámot ugye ki kell emelnem külön. De ugyanúgy táncainkról ugye nagyon sok gyűjtések történnek, vagy például Kodály Zoltán ugye 14-ben is például, vagy kétszer is volt Bukovinában, tehát mind olyan fajta értékek voltak már akkor átmentve, amit újra-újra ugye le kell porolnunk, újra-újra elő kell vennünk, és talán itt van a szövetségnek a fontos szerepe, hogy ez mindig ezeket az értékeket megtalálja, és közvetítse, illetve lehetőséget adjon a tagegyesületen, most már 46 tagegyesületünk van, és hála jó Istennek, csak ugye, ami ritka dolog, ugye csak szaporodunk. Tehát mindenképpen leporolva is egyfajta értékmentést, és ezeket összegyűjtve egy iránymutatást, lehetőséget adva a programjaink, hiszen erről szólnak, ugye egész évet átölelő programok. Az átadón Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett. Ő korábban 13 évig vezette a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségét. Most azt mondta, az elmúlt 30 év gyűjtőmunkájának köszönhetően már a virágzik a székely kultúra Magyarországon. 30 évvel ezelőtt ezekben a napokban jött létre a Székely Szövetség. Később egyébként felvette a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége nevet, akik akkor létrehozták a szövetséget, azoknak az volt a célja, hogy a bukovinai kultúrát újra élővé tegyék, illetve összefogják a székelységet, bukovinai székelységet itt Tolna megyében, Baranyában, Bács-Kiskunban, Budapest környékén, illetve az Alduna mentén és Dél-Erdélyben. Azt gondolom, hogy ez a munka nyilván 100%-osan semmi sem sikerülhet, de azért megközelíti ezt a nagyon szép eredményt. Élő csoportjaink vannak, élő hagyományőrzéssel találkozhatunk, bármerre megyünk, ahol a népcsoport tagjai élnek. Az elmúlt években egyre erősebbé vált az erdélyi székelységgel is a kapcsolattartás. Ők is számítanak ránk, mi is ő rájuk. Több testvér kapcsolat jött létre. Azt, hogy a székelység kultúráját, történelmét feldolgozó kutatások száma valóban érzékelhetően megnőtt a szövetség elmúlt évtizedekbeli munkájának köszönhetően, mi sem mutatja jobban, mint hogy a kutatóteremben a hagyományos nyomtatott leletek mellett szép számmal akadnak digitális források is. Most egy számítógépen lehet sok mindent kutatni, interneten, illetve a szövetség által korábban a táborokba begyűjtött fényképek, azok is digitalizálva vannak, azokat lehet kutatni, de amit majd én még szeretnék felajánlani, ha befejeztem a Bukovinai Széke családok sorozatnak mind az 5 családkövét megjelentettem, akkor mikrofilmeken
amelyeket a régi anyakönyvek megvannak nekem, és amelyeket akkor a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége vásárolt nekem, hogy tudjak ebből kutatni, azt egy mikrofilm olvasóval szintén ide fogom elhozni, és akkor itt legyenek, hát ha még valaki akar ezekből az anyakönyvből más dolgokat is kinyerni. Én 1991 óta kezdtem el kutatni, amikor visszakerültem Borsod megyéből Bátaszékre, akkor kezdtem el a Józsefalvi anyakönyveket kutatni. Tehát ahhoz képest, akkor milyen felszereltség, lehetőség volt a mai, ez a gyönyörű kutatóterem, ez egyszerűen, szinte azt mondom, hogy a fellegbe viszi az ember. És nem csak átvitt értelemben, hanem szó szerint is, hiszen itt már a mai modern számítás technikában a felhőben lesznek bizonyos adatok, és onnan lehet majd szintén lekérni őket, megnézni. Úgyhogy tényleg egészen a mennyekbe tudunk menni ezekkel az új technikákkal. Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere azt mondta, a város büszke arra, hogy a szövetség székhelye itt található. Ez egy olyan szövetség, ami nem csak az egész országot, hanem még határokon túl is átnyúló szövetséget jelent, és mi valóban büszkék vagyunk arra, hogy székhelyül ennek a szövetségnek Bonyhád adott otthont, és nagyon, nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy szintén 30. évi jubileumát ünnepli majd idén a Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklor Fesztivál is, amelynek a magyarországi helyszíne szintén Bonyhád. Erre a fesztiválra is már nagy erőkkel készülünk, hiszen éveleje óta rendszeresen tartunk megbeszéléseket, hogy sikeres legyen ez a rendezvény, mert hogy egy kerek születésnapot illik úgy megrendezni, hogy mindenképpen sok mindenre odafigyeljünk, és egy megújult helyszínen köszönhetjük majd a fesztiválozókat, hiszen a város által felújított rendezvénytéren fog az idei évben ez megvalósulni augusztus első hétvégén, mint minden évben. A mai esemény azért is fontos, mert ilyenkor a szövetség valamennyi tagja találkozhat egymással, és ez egy remek alkalom arra, hogy a hétköznapokban is találkozunk, és nem csak a munkánk során. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor hangsúlyozzuk azt, amikor általában népcsoportokról, kultúráról, hagyományokról beszélünk, hogy az mennyire fontos, hogy azt megőrizzük és ápoljuk, de nagyon sok székely barátomtól azt tanultam meg, hogy ők nem a hagyományok őrzését és ápolását tartják fontosnak, hanem ők megélik azt a hétköznapjaikban. A Bonyhádi Székely Kutatóterem átadását emlékkonferencia követte. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium öreg diákjai találkoztak az iskola atlétikai centrumában. Az eseményre több mint 100 egykori diák fogadta el a meghívást. A közel 8,5 évtizedes múltra visszatekintő öreg diák találkozókon hagyomány, hogy a megjelentek díjakkal ismerik el a gimnázium egykori és jelenlegi kimagasló eredményt elérő diákjait. Május 18-án tartották meg a Bonyhádi Öregdiák Szövetség tagjainak hagyományos éves találkozóját. A rendezvénynek természetesen a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium adott otthon, egészen pontosan az iskola atlétikai centruma. A mai nap alapvetően a találkozásról, az újra találkozásról és ennek az öröméről, ennek az örömnek a közös megéléséről szól. Immár 83. alkalommal, illetve 83. éve kerül megrendezésre a Bonyhádi Öregdiák Szövetség találkozója, a Bösznap. Bizony, a Bösznapot 83 évvel ezelőtt tartották meg először, a szövetséget pedig 1936-ban alakították a bonyhádi öregdiákok. A II. Világháború viharos éveiben a közösséget betiltották, ami több mint 30 éven keresztül érvényben is volt. A fordulat 1981-ben az iskola alapításának 175. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen következett. Akkor az egybegyűlt lelkes öregdiákok döntésére újjászerveződött a Bonyhádi Öregdiák Szövetség. A közösség tagjai számos elismeréssel díjazzák a Bonyhádi Gimnázium egykori tanulóit. Szokás például, hogy név szerint is egy szál virággal köszöntik az érettségük 50, 55 vagy 60. évfordulóját ünneplőket. Az idei évben 85 olyan diákot köszönthettünk, akik 50 éve végezték el tanulmányaikat itt a gimnáziumban. Az iskola kedves gesztusa az is, hogy az 50. éve maturálókat örökös taggá fogadja. Emellett pedig a legkiemelkedőbb teljesítmény nyújtó egykori tanulókat minden évben külön is díjazzák. Ezek mellett átadtuk az ilyenkor szokásos díjainkat, így a Koricsánszki Otto érdemérmet, amit Hegedűs Éva vehetett át, valamint két Gyalog István érdemérmet adtunk át, egyrészt Olá Anna Máriának, másrészt pedig Tamás Menyhért, nemrég Kossuth díjjal kitöntetett öregdiákunknak.
Ezek mellett természetesen junior ösztöndíjasaink is voltak. Hernes Péter, dr. Hernes Péter, aki a Szegedi Tudományegyetem doktora, ő kapott gyalog junior díjat, ez egy 100 000 forintos ösztöndíjat jelent. Földrajzkutatások volt az, amivel én a doktorimat, amivel a doktori kutatásaimban foglalkoztam. Ez főleg az ilyen geomorfológiai kutatás, tehát felszínfejlődés volt az alapvető vizsgálati kör. Az volt a kutatásoknak a célja, hogy a Kárpát-medencének egy ilyen kulcsfontosságú morfológiai területe, az Alsó-Tisza vidéknek a felszínfejlődését kutassuk, és annak a régmúltba visszamenő folyamatait tudjuk feltérképezni. És ehhez a legmodernebb kormeghatározó módszereket, OSL kormeghatározást, szénizotopos kormeghatározást használtuk föl. Ehhez a Szegedi Egyetem adta igazából a hátteret, az infrastruktúrát, a minden tudományos lehetőséget, úgyhogy ezúttal is köszönöm nekik. Ez nem nagyon fogható semmi ez az érzés, tehát nyilván az embernek a köszönet és a tisztelet, ahogy az előttem lévő kollega is szólt, az a legfontosabb, ami eszébe jut. Mindenek előtt a egykori tanáraim felé, és kimondottan Gruber László tanár úr felé vagyok a leginkább hálás így a bonyhádi körökben, hiszen ő indított el ennek a földrajznak az útján igazából, és én abban bízom, hogy sok olyan diák fog követni ezekben az útbejárásokban, akik megtalálják azt a nekik való igazán jó kutatási témát, amiben majd érvényesülni tudnak, és amit előre tudnak vinni, és ehhez találnak olyan tanárokat, mint ahol én a gimnáziumban Gruber tanárokat találtam, és ahogy ő rám talált igazából. Amíg az iskolába járó diákokról sem feledkeznek meg a szövetség tagjai, idén hárman kaptak BÖSZ junior díjat, amihez 50 000 forintos pénzjutalom is járt. Alapvetően úgy hiszem, hogy itt lehet bízni a sportteljesítményeknek a latba vételével, de szerintem egy bonyhádi öreg diák szövetségtől díjat kapni nem csak ezt jelenti. Ez jelenti számomra a belém és a közös jövőnkbe vetett bizalmukat, és azt, hogy sikerült így az új, az mondhatni nagybetűs élet kapujában már valami olyat elérni, ami számukra egy kész életpályával rendelkező ember előtt már díjazásra méltó volt. Legkomolyabb motivációs bázis az ilyen helyi közösségekből tudjuk meríteni. Tehát számomra ez egy komoly elismerés, nagyon örültem neki, amikor megtudtam, hogy ennek a várományosa lehetek, és ezúton is szeretném megköszönni nem csak a szavazó küldőgyűlésnek, hanem az összes bonyhádi öregdiáknak, hogy amint a rövid kis felszólásomban említettem, kijelölték azokat az utakat már jóval előttünk, amiket be tudunk járni. A klasszikus zenét kedvelőknek adott koncertet három ifjú tehetséges hegedűművész a PTE Kamaraest keretében. Korábbi vizsgakoncertjeik anyagát adták elő a fiatal zenészek Bonyhádon. Az egyik hegedűs azt mondta, a klasszikus zenének köszönhet mindent, amit elért az eddigi életében. Azt mondják, hogy a klasszikus zene segíti a hallgatóját tanulás közben, valamint bizonyított tény az is, hogy a klasszikus zene nélkül nem lenne a mai populáris zene az, ami. Ugyan a Vörösmarty Művelődési Házban megrendezett kamaraestre látogatók nem kifejezetten ennek a kutatásáért jöttek, sokkal inkább Bánfalvi Zoltán hegedűművész három növendékének koncertjéért. Hárman mutatkoztak meg az egyetemünkről, akik szóló hangversenyen játszottak most itt Bonyhádon, és a vizsga és diploma anyagjukból játszottak viszonylag hosszabb részleteket. Ezek a Beethoven hegedű versenyből hangzottak el, Bach szólóművekből, valami Csajkovszki hegedű versenyből is volt egy második tétel. Együtt is játszunk, vagy játszottunk a koncert végén egy Telemann négy hegedűs D-dur koncertot, amely négy szóló hegedűre íródott mindenfajta kíséret nélkül, valamint még egy Massenet Thais meditáció is elhangzott, úgyhogy nagyon szép műsort állítottunk össze. Thank you.
hegedűművész egyik tanítványa, Szűk Csaba azt mondta, hogy a családi indítatásnak köszönhetően lett belőle zenész. Azt mondja, számára a zene megadott mindent, amit eddig el szeretett volna érni, ezért szeretne a Pécsi Filharmonikusok tagja lenni. 4 éves korom óta tanulom a hangszeremet. Igazából az egész család ilyen zenész. Mert 8-an vagyunk testvérek, és mindenki legalább elkezdte a zeneakadémiát. Aztán nem mindenki fejezte be, mert volt, aki átment más pályára. De így logikus lett, hogy én, mint a legfiatalabb tagja a családnak, én is zenei pályára kerültem. Hát a mai estén 3 művet fogok játszani, illetve pontosabban 2 szerzőtől összesen 3 tételnyi művet. Johann Sebastian Bach ámol szonátájának a 3. és 4. tételét. Ez egy lassú és egy gyors tétel egymást követve. És aztán pedig Sarazaténak a Petenelás című művét, ami nekem az egyik szívem csücske. Nagyon-nagyon szeretem, egy flamenco stílus maga a cím, az, hogy Petenelás. És ez egy ilyen hangszerimitációs darab. Itt hallható igazából az összes ilyen tipikus spanyol darab, amit hegedűre lehet imitálni, vagyis a gitár, néha zongorabetétek, a táncnak a dobogása, és ezt hasonlók, és ez szerintem csodálatos, egy nagyon virtuóz mű. Eredetileg zongoristának irattott be édesanyám, de azt az első óra után meg gyűlöltem. így lett a hegedű, mert én meghallottam közben ott a zeneiskolában, a Szentendrei Zeneiskolában egy hegedűnek a hangját, anyukámat nyaggattam, hogy menjünk be, nézzük meg, és megtetszett, aztán így lett. Én azt mondtam, hogy hegedűs leszek. Az egész életemet a klasszikus zenének szenteltem ezáltal, hogy már 4 éves korom óta hegedülök, és hát mindent, az, hogy most itt lehetek, az, hogy egyetemre járhatok, az, hogy azok az emberek vesznek körül, akiket nagyon szeretek, olyan tanárokhoz járok, ez mind a klasszikus zenének köszönhető. Számomra ez az élet, ez így a legegyszerűbb leírni. A kamaraest a regionális kamarakoncert sorozat részeként valósulhatott meg Bonyhádon. Az előadók gyorsabb és lassabb komoly zenei darabokat játszottak, bizonyítva a klasszikus zenekortalanságát. Kedves tíme a számos országban járt már idegenvezetőként, a bonyhádi közönségnek a skandináv országokban eltöltött 2 hónapjáról számolt be. Az idegenvezető azt mondta, szeretett ezekben az országokban dolgozni az emberek mentalitása miatt. Azt mondják, az egyik legjobb hivatás a világon az idegenvezetőké. Nem csak azért, mert állandóan utazik, hanem azért is, mert olyan helyekre is eljuthat a munkája során, ahová más ember nem. Kedves Tímeának megadatott ez a lehetőség, hogy 17 országba eljusson, ezek között voltak a skandináv országok. Erről a köztudat szerinti hideg világról tartott előadását a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban tekinthették meg az érdeklődők. Skandinávia sokszínűségét jól tükrözi a cím, a királyi palotáktól a trollok földjéig. Skandináviáról tartottam előadást, közel 2 hónapot töltöttem kint idegenvezetőként Svédországban, Norvégiában és Dániában. Az előadás címe a királyi palotáktól a trollok földjéig.
nem véletlen. És Skandináviában, amiről mesélni lehet, azok a természeti szépségek, a norvég fjordok, a dán síkvidékek, a több ezer svéd tó és több tízezer svéd sziget, valamint az itt élő mitológiai lények, a trollok, a viking kultúra, de ugyanakkor ott van a mai modern Svédország, Dánia és Norvégia, három királyságról beszélünk, a királyi család is érdekes téma, az ő történetük, az épített palotáik, kastélyaik, amik szöges ellentétben állnak a szerény templomokkal. Én egész gyerekkoromban idegenvezetőnek készültem, és 16 éves koromtól vezettem csoportokat, minden szezonnak megvolt a maga útja. Nyáron, amikor idehaza meleg volt, akkor én az időm nagy részét Svájcban és a skandináv országokban töltöttem. Igazából oda mentem, ahova küldött a cég. 17 országba jártam, ezekből három volt skandináv ország. Nem is az épített örökségek azok, amik megfogják az embert ebben a három skandináv országban, hanem inkább a természet szépsége. Szokták mondani, hogy három szín uralkodik itt: a vízkékje, az erdőzöldje és a sziklák szürkéje, és tényleg léptennyomon ezekkel találkozik az ember. Svédország és Norvégia Magyarországhoz képest annyira ritkán lakott, hogy egy-egy út során az ember sokkal inkább a természetbe olvad, mint más európai országokban, és az emberek mentalitása, az a szervezettség, az a nyitottság, az az aktivitás, az az életszínvonal, amit ők létrehoztak, az példaértékű minden délebbi állam számára. Dániában, Norvégiában és Svédországban a kulturális látnivalók és az országok történelmi emlékei mellett leginkább az országok lakóinak mentalitása és az összetartása az, ami megfogja az embereket. Kedves Tímea is ezért szeretett ezen országokban dolgozni. Persze fontos az is, hogy egy adott ország népe hogyan áll a közösség témájához. Az idegenvezető szerint ez sem elhanyagolható tényező a skandináv országok működésében. Nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy egész kicsi gyerekkortól, itt az óvodásokra gondolok, a természetben, a természet szeretetére nevelik a gyerekeket, az embereket. Itt van például a természet mindenkié elv, ami alapján, ha valaki nincs otthon, nyitva van a kapuja, a telkén tüzet rakhatnak, a gyümölcseiből lehetnek, az udvarán sátorozhatnak az arra járó turisták. Tehát úgy kezelik a földet, mint ami mindenki, és ha éppen nincs használatban, akkor bárkinek szívesen rendelkezésére bocsátják. Nagyon sok óvodai napot, egész napokat rossz időben is kint töltenek. Ugye azt mondják, hogy nincsen rossz idő, csak rosszul öltözött ember van, és kell is ezzel a zord idővel harcolniuk, ugye a hónapok nagy része az jóval hidegebb, esősebb, mint idehaza. És az fogott még meg, hogy hogyan tartanak össze, meg milyen vidámságokkal próbálják kihúzni ezeket a hideg hónapokat. Gyertyát, lámpát gyújtanak minden ablakban, együtt töltik az estéiket, nagyon sok a közösségi megmozdulás. Minden harmadik ember tagja valamilyen szervezetnek, rengeteget olvasnak, pezseg a kulturális élet, csak egy példa, szombat délelőttönként minden kisgyerekes és sok gyerek van a skandináv országokban, 2-3 szőke kisgyerekkel kimegy a tengerpartra, vagy az adott településen a parkba, és ott megszerveznek valamilyen eseményt, színész jön, bohóc jön, varázsló jön, felolvasnak a gyerekeknek. Tehát egész gyerekkortól arra nevelik őket, hogy közösségben lenni jó. 60%-ban kulturális körutazások voltak, tehát épített örökségeket, kastélyokat, várakat, látnivalókat, templomokat tekintettünk meg, és olyan 40%-ban természeti látnivalók voltak ezek, tehát fjordok, fjellek, folyók, tengerpartok. Idegenvezetőként igazából az ember elhivatottságán, éppen a hangulatán múlik az, hogy mi mindent tud még hozzáadni egy úthoz. Alapvetően nagyon fárasztóak ezek a kulturális körutazások, tehát reggel 6-tól olyan este 8-ig vagyunk talpon alapjáraton, és akkor ehhez lehet még valami késő esti programot hozzátenni. Igazából egy idegenvezető főleg hangulatot tud adni egy úthoz, főleg egy ilyen hosszú úton,
buszon. Itt több napnyi időt, tehát szintisztán több napnyi időt töltünk a buszban, ahol az idegenvezetőn múlik, hogy miről mesél, milyen filmekkel, zenékkel hangolódunk rá az adott tájra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!